Gyermekkora óta tudja, hogy embereken szeretne segíteni, mesélte televíziónknak Hegedűs János. A szekszárdi származású plébánost 20 évvel ezelőtt szentelték fel, azt mondja, a papi hivatást nem munkának, hanem szolgálatnak tekinti. Azt kell mondanom, hogy gyermekkorom óta a papi hivatás mellett két másik hivatás fogalmazódott meg, vagy annak a gondolata fogalmazódott meg alapvetően bennem. Azért mondom, hogy hivatás, és most nem munkahelyre vagy állásra gondolok, mert mind a két másikat is tulajdonképpen hivatásnak tartom. Alapvető volt bennem mindig az az elköteleződés, hogy segítsek az embereken, hogy valamilyen módon szolgáljam a személyeket, közösségeket. Először orvos szerettem volna lenni, de aztán az idő előre haladtával, különösen, hogy a középiskolába kerültem, észrevettem, hogy a kémiával kicsit nehézségeim vannak, és hát ez egy kicsit elbizonytalanított, hogy vajon sikerülne ezt a pályát valóban végigvinni. Aztán a másik, ami alapvetően megfogalmazódott bennem, hogy jogász legyek. Nagyon érdekelt kezdettől fogva a jog, az igazságszolgáltatás világa. Már általános iskolában is és középiskolában még inkább történelem kapcsán is ez felvetődött bennem. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ezt a részét valamilyen módon meg is őriztem a kezdeti elgondolásnak, mert a teológia elvégzése után, felszentelésem után először kánonjogot tanultam és végeztem Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd pedig Pécsett elvégeztem a civil jogot is, tehát a jogász végzettség az meglett. A papi hivatás gondolata pedig a középiskola évei alatt formálódott mélyebben bennem, bár már az is felmerült gyermekkorban, amikor minisztráltam, és olyan vonzó volt részt venni a szentmiséken, szolgálni, és elgondolni, hogy egyszer talán én is tarthatnám a szentmisét, és szólhatnék a hívekhez, együtt imádkozhatnék velük. De igazán elmélyülni a középiskola évei alatt mélyült el, hát a végső döntés az pedig természetesen a teológiai évek, a szemináriumi, a papképzési évek alatt született meg bennem. Az újdombovári nagyboldogasszony templom története az 1920-as évekre nyúlik vissza, amikor az ott élő vasutas családok egy saját templomra vágytak, így adománygyűjtést szerveztek, a templom építésére azonban még várniuk kellett. Az újdombovári templom 1934-ben épült, Fábián Gáspár híres építész tervei alapján, aki Székesfehérváron született, és aki templomok mellett számos középületnek is volt az országban, számos híres középületnek is volt a tervezője. Templomok között talán még megemlíteném a Hódmezővásárhelyi templomot, vagy a Badacsony-Tomai templomot, amelyet szintén ő tervezett. Ahogy említettem, 1934-ben az akkori pécsi megyés püspök Virág Ferenc szentelte fel ezt a templomot. Ugye magának Újdombóvárnak a története az korábbra nyúlik vissza, hiszen 1918-ban Eszterházy Miklós mintegy 200 kataszteri hold földterületet osztott szét a vasutasok részére, és ennek következtében jöhetett létre ugye a vasutas telep, ez az újdombovári városrész, amely természetesen akkor önállóvá vált és önálló is volt. És ahogy a hívek is összefogtak, kezdeményezték, hogy ez az önállóság az egyházi életben is megvalósuljon. Már a templom felépítését megelőzően elkészült a templom előtt álló kereszt, amely Fetter Károly szobrászművész alkotása, akár csak az a főoltár, és nem sokkal később, támogatva hívek kezdeményezését a Pécsi Mettyház megye megyéspüspöke, önálló lelkészséget alapított itt Újdombóvár vasutas telepen, majd pedig a hívek adakozásának, nagy-nagy összefogásnak köszönhetően 34-ben felszentelésre került ez a templom. Az épületnek sok érdekessége van. Amit úgy kiemelnék, az a szentélynek az érdekes apszis formája. Ez az apszis, ami látható a szentélyben, kevés katolikus templomban láthatunk hasonlót, és ez egy érdekessége magának a templomnak.
A templom mennyezete szintén érdekes kialakítás. Ugye általában a katolikus templomok boltívesek, és azokon találhatóak a freskók, a különféle festmények, amelyek bibliai jeleneteket vagy szenteket ábrázolnak. Itt viszont kazettás mennyezetet látunk, amely Leszkovszky György alkotása. A templomnak a falfestményeit pedig a helyi származású Bernát János festette, és ennek pedig az az érdekessége itt ezeknek a festményeknek, hogy úgy tudjuk, hogy, sőt, hát ez nem csak, hogy úgy tudjuk, hanem ez így is van, hogy korabeli helyi újdombóvári lakosokról festette meg a képeket, mármint ami az arcokat illeti. A főoltár keresztje a Buzánszky család adománya. Ugye itt elég, hogyha említem az aranycsapat legendás tagját, mint egyik utolsó leszármazottját ennek a híres helybeli családnak. És amikor a II. Vatikáni zsinat során megtörtént a liturgikus megújulás, akkor természetesen itt az újdombóvári templomban is elkészült a miséző oltár, illetve a szószék, az ambó, ahol az igehirdetés, az evangélium meghallgatása és az igehirdetés történik. Nagyon fontos tudnunk, hogy az újdombóvári templomot Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Láthatjuk is az üvegablakon a boldogságos Szűz Máriát, a mennyekbe felvett boldogságos Szűz Máriát. Ugye augusztus 15-e Nagy Boldogasszony ünnepe, minden évben az újdombóvári templom búcsú napja. Híres az angszter orgonája is a templomnak, és érdekessége még, ahogy három hajós templomról van szó. A torony különálló, és ez egy kicsit az ókeresztény, hogyha kívülről főként, hogyha megnézzük a bejáratnál, akkor egy kicsit az ókeresztény bazilikák stílusát tükrözi ebben az értelemben. Rendszeresen tartanak szentmiséket vasárnapon kívül hétköznap esténként is. Hegedűs János plébános nagy örömére minden korosztály megjelenik az alkalmakon, nem csak az újdombóvári, hanem a város többi római katolikus templomában is. Azt mondhatom, hogy viszonylag sokan látogatják a templomokat, bár természetesen, hogyha a város lakosainak arányához viszonyítjuk, akkor már nem ennyire pozitív a mérleg, de azért viszonylag sokan eljönnek, és jó közösségünk van valamennyi templom vonatkozásában. Ugye általában azt szokták mondani, hogy a legtöbb helyen inkább az idős korosztály, az idősebbek azok, akik eljárnak a templomban, rendszeresen részt vesznek a szentmiséken. Én örömmel vettem, hogy itt Dombóváron azért a középkori korosztály is képviselteti magát, és fiatalok, illetve családok, fiatal családok is részt vesznek a szentmiséken. Említettem ugye, hogy mennyire fontos a fiatalok és a családok megszólítása. Rendszeresen vannak diák szentmisék, épp itt az újdombóvári templomban vasárnap esténként tartjuk most ebben a tanévben a diákmiséket, és hétről hétre tapasztalom, hogy nagyon sok gyermek jön el a szüleivel, családtagjaival, és örömmel vesznek részt. Próbáljuk egy kicsit hozzájuk mérni, idézőjelbe téve, közvetlenné tenni ezeket a szentmiséket, gitáros zenekarunk van, ők adják a zenei szolgálatot, én pedig hát próbálok úgy szólni, ahogy elsősorban a gyermekek számára legyen az fogható, és őket tudjam bevonni ezáltal a tanításba is, annak megfontolásába, és hát magába és az egész szentmisébe. Az egyházban a különféle időszakok és a meghatározó ünnepek váltják egymást, tehát mindig sok-sok programot adnak számunkra, még akkor is, ha néha külső erők, mint most ez a helyzet, valamennyire megfékez bennünket. Ennek ellenére én bizakodóan, reményteljesen és lelkesen készülök a következő nagy egyházi időszakra, adventre, az adventi elcsendesedés, a karácsonyra való készület idejére, és természetesen karácsony ünnepére. A megváltó születése, Isten irántunk való szeretete, amely arra készített bennünket, hogy egymást is szeretni tudjuk, az azt hiszem, hogy a legnagyobb
erőforrás lehet a nehéz napokban és nehéz időkben is, és én nagyon-nagyon bízom abban, meg kívánom is, hogy mire eljön ez az ünnep, karácsony ünnepe, addigra valóban felszabadultan és önfeledten tudjunk ünnepelni templomainkban is, otthonainkban is, és mindenütt a világon.